Szerbusztok! Lehet, tudjátok, lehet nem, de életemnek egy meghatározó szakaszában eléggé sokat World of Warcraftoztam, és nagyon fontos volt, és talán még szerintem mind a mai napig nagyon fontos kis szakasza volt az életemnek, amikor így aktívan ugye a Warcraftba kockultam. Hát, ha így röviden mesélni kéne róla, 2006 decemberétől egészen 2013 márciusáig játszottam aktívan, megszakítás nélkül a játékkal, és ez alatt a bő 6 év alatt nagyon sok barátot szereztem, nagyon sok élménnyel gazdagodtam virtuálisan, és persze voltak bosszúságok is, de mindamellett szerintem egy nagyon jó kis kaland volt és megérte. Hát a mai nap már nem Warcraftozom, és nem is tudom, hogy vissza fogok-e menni játszani vele, ezt még nem tudhatom. Mindazonáltal én nagyon hálás vagyok a Blizzardnak, hogy ezt a nagyszerű játékot elkészítették, és velem együtt oly sok embernek biztosítottak vele ezáltal szórakozási lehetőséget. Ha így beszélnem kéne röviden, hogy milyen pályafutást futottam be, ugye még a Vanilla World of Warcraft idején kezdtem a játékot, amikor már jött az első kiegészítő, a Burning Crusade, és egy Undead Warlockkal kezdtem el a játékot, Chontlord névem, és pár ismerőssel egy fórumról létrehoztuk az Insomnia klánt az Arator szerveren, és gyakorlatilag onnan kezdtük el építgetni a kis baráti társaságot a nulláról. Hát eleinte csak páran voltunk, aztán így jöttek az ismerősöknek az ismerősei, egyre többen lettünk, és a Burning Crusade-ben elkezdtünk rédelni, és sikerült egy olyan közösséget összehoznunk, ami gyakorlatilag így az adott szerver egyik vezető közössége lett, és magyar, teljesen magyar közösség volt. Ha esetleg vannak közöttetek, akik nézik ezt a videót, vagy esetleg már a nézőim vagytok, és voltatok az Arator szerveren, az Insomnia klánban, dobjatok már rám egy privát üzenetet, hogy kik voltatok, meg hogy mi újság van veletek. És a most következő részekben, hát összevágtam egy ilyen kis screenshot egyveleget. Hát sajnos nincs meg az összes screenshotom, mert még a régi gépemen van egy jó adag, hát gyakorlatilag így a Wrath of the Lich King közepétől egészen így a karakter kezdésig. Úgyhogy ezt sajnálom is, talán még megvannak valahol a régi gépen Winchesterén, de azt én most nem tudtam előbányászni. Talán még, ha ezt tetszik ez a videó, megpróbálom előkotorni és készítek egy másik ilyen hasonló kis visszaemlékedős videót erről. Minden esetre most szeretném ezt a kis képegyveleget nektek küldeni, illetve mindazoknak, akikkel annó együtt játszottunk a World of Warcraft világába. Jó nosztalgiázást kívánok! Sziasztok! Where?
Thank you.